Üdvözlöm pedagógus kollégáimat! Ebben a videóban a segítő beszélgetés ismérveit szeretném megfogalmazni, pedagógusokkal ismertetni. Tudvalevő, hogy minden ember kerülhet nehéz helyzetbe, és ilyenkor milyen jól jön egy jó barát, egy jó beszélgetőtárs. A segítő beszélgetés módszere Carl Rogers nevéhez fűződik, aki kidolgozta a személyközpontú pszichológiát. Ennek három fő jellemzője van. Az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a kongruencia. Az empátia annyit jelent, hogy a klienst megértjük, de a kliens szempontjából. A feltétel nélküli elfogadás során a segítő a kliens lelkiállapotát és teljes személyiségét feltétel nélkül fogadja el. Kongruencia azt jelenti, hogy a segítő hiteles, nem szerepben, hanem teljes személyiségével van jelen a segítő kapcsolatban. A segítő beszélgetés valamilyen problémával küzdő, krízisben lévő ember lelki egyensúlyának helyreállítása érdekében egy lehetséges módszer. Arra épít, hogy az ember eredendően rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, melyeknek segítségével képes leküzdeni a nehézségeket, képes felismerni az elakadás okait. A segítő nem tanácsot ad, hanem az elfogadásával tükröt tart a kliensének. E tükörben a kliens megláthatja önmagát, elakadását, a megoldás kulcsát. A segítő beszélgetés hozzásegíti a klienst ahhoz, hogy problémáit megértse és megoldja. A beszélgetés mindig a kliens problémájából indul ki, csakis a kliens irányítja, meghatározza a kereteket. A segítő nem moralizál, nem ítélkezik, nem magatelizál, nem magyaráz, és még a vigasztalással is csínyán bánik. A beszélgetés teljes mértékben kerüli a direktivitást. Ebben az elfogadó légkörben a kliens biztonságban érzi magát, megtapasztalja az együttérzést. A kliensben az elfogadás következményeként változás megy végbe. Megértheti saját érzéseit, annak okait, így képes megküzdeni a nehézségekkel. A segítő beszélgetés nagyon alkalmas az iskolai alkalmazásra is, tanulói krízisek és egyéb tanulói problémahelyzetek megoldásában, de az élet minden területén, minden kapcsolatban alkalmazható.